azonnak ajánlom, akik így, akiknek a fantázi, akik tényleg, akik az álmodozók. Nagyon izgalmas figura, én vagyok Szolár. Hát nagyon magabiztos, nagyon markáns személyiség, aki nagyon szereti a nőket, meg hogyha rajonganak érte, meg hogy nagyon nagy dolgokat csinálni, az ereje megvan hozzá, a bája megvan hozzá. Most azonban ebben az évben, ebben a történetben, amikor arra számít, hogy ő lesz majd egy nagyon fontos pozícióban, ő fogja betölteni ezt a pozíciót, ugye ez egy kicsit most másképp alakul minden, egy fantasztikus kis mesében, és hát a tipikus, ugye vannak a rosszak, meg vannak a jók, és a végén, mint az Isten, ugye a jók győznek, minden helyre jön, barátságok szövődnek, kis szerelmek, csodálatos figurákkal. Egy messzi-messzi világban, ahol hősőrzők gondoskodnak arról, hogy a nap és a hold fénye ne hunjon ki. A nap ezennel kiválasztja új őrzőjét. Segítsd! Ez ez a vacak! Szolárt! Hát igen! Egy egyszerű kis teremtés lesz a kiválasztott. Mától a te feladatod őrizni a holdat. Mi? Áú! Ő? Mino? Akinek hirtelen nagyjá kell válnia. Itt valami tévedés történt. Félek a sötétben, minden csillagot egyformának látok, és pocsékul énekelek. Mehet? Pocsi! Szóval én, mint a hold őrzője. Jó, nagyon lehet hozni egy ilyen nagy felleg főzöngös figurát benne, ami úgy alkatilag is közel áll hozzám, lelkületileg mondjuk annyira már nem. Én nem vagyok ilyen, aki ha én nem figura, de egyébként nagyon-nagyon kedves, bájos, az egész mese úgy, hogy olyan lenyűgöző. Amikor az előzetest csináltam, már ugye annak a szinkronját, akkor is már láttam, hogy ilyen nagyon-nagyon jó világa van. Nagy hiba volt Fűztől, hogy ezt a csalót választotta. Vállald a felelősséget! Nagy dicsőség őrzőnek lenni! Én nem vágytam ilyen dicsőségre! Viselned kell a következményeit! Valaki ellopta a napot! Mi? Necros! Amikor egy megszégyenült őrző bosszúja miatt jöjjön át a sötétség, örökre eltűnhet a nappal és az éjszaka. Nem látod, mit okoztál a hanyagságoddal? Ígérem, valahogyan jóvá teszem. Helyre akarom hozni a hibámat. Te csak törődj a nappal, én megmentem a holdat. És Necrosszal hogy akarsz elbánni? Altatót énekelsz neki? Ha tovább folytatjátok ezt a kakaskodást, elmegyek! Az eddig megszokott rajzsz meg, de most már ide, tényleg már jönnek az újabb és újabb csodák így a... Ráadásul az nekem még jó is, mert ugye a kisfiam most már ugye 4,5 éves, elkezdtek majd moziba járni, a lányommal mindent láttunk annó, most már 18 éves, de mindig hoznak valami újat, mindig történik majd. De ennek a Minónak a képi világa egyszer annyira magával ragadó. Én ugye grafikusként végeztem a főiskolán, nekem a színészet, ez igazából semmi közöm nincs, csak úgy, hogy így alakult. De már akkor is olyan hasonló jellegű volt, olyan fantáziám errefele kanyarodott, és most ebben a Minóban nagyon megcsipik azt a világot, amit én szeretek, és egy csodálatos karakterek, az egész, tehát az, hogy így húzzák, hogy a nap és a hold hogyan van jelen az életünkben, meg ilyen nagyon-nagyon szép dolgok vannak benne, úgyhogy tök jól annyira örülök, hogy én csináltam ezt a figurát. Rettenthetetlen hősünk és tapasztalatlan zöldfülű bajtársai. A víz túl hideg nekem. Nem hagylak cserben. Fantasztikus kalandra indulnak, hogy megmentsék a világukat. Pontosan tudom, hová megyünk. Meg kell mentenünk egy bolygót. Minden idők legkiválóbb őrzője. Én vigyázok rád! Hold!
Persze minden mese valahol játszódik, mindegy történet, ugye az ember fejében manók vannak, ezért játékok háborúznak egymással, de ez mind olyan dolog, amit elképzelünk. De ez a vagy hogy vele tudom menni, de ez a mese azoknak jól lehet, azoknak ajánlom, akiknek a fantázia, akik tényleg, akik álmodozók, akik úgy elhiszik, hogy létezik egy másik világ egyébként. Azok, akik tényleg szeretnek álmodozni, akik hiszik, hogy léteznek más dimenziók, akik hiszik, hogy és abban kis apró világ, kis lámpáskák világítják a holdat. Szerintem, ebben, hogy minden vagy, hogy tényleg a nap nem csak ugye, ahogy a csillagászok, vagy ahogy a törvényszerűségek, hogy ugye a nap csak úgy kering, vagy mi keringünk a nap körül, hanem hogy tényleg a napot egy ilyen fura alakláncokon húzza magát. Tehát, vagy csak egy apró damilan, amivel tartjuk, vagy ami összeköti a holdat, a földet. Tehát ezek ilyen izgalmas dolgok, én nagyon szeretem, én hiszek ezekben a dolgokban, az angyalokban, vagy a tündérekben. Hát én ugye a vidéken nőttem fel, ott nem nagyon jártuk moziba, engem a 14 éves fejjel fogott meg a mozi itt Budapesten, amikor eljöttem Nyírbátorból. Én a Csillagok háborúja, a Jerry visszatért, ezt 27-szer láttam annól a Corvin moziba. Ott például lennék valamelyik karakternek a hangja, ez is egyfajta mese. Képzeld, én castingon voltam annó a Snack-nek a szerepére, és aztán mégis Gesztesik Károly, az én jó barátom, kaptam meg a szerepet, amit egyáltalán bánok. De ami ilyen nagyon-nagyon filozofikus, és ugye megint csak egy ilyen rajzfilm, ez a Horton volt, az aki az elefánt, aki egy szösszel, szösszen volt egy külön élet, és az elefánt próbálta megmenteni. Ez a teljes buddhista sztorit nekem nagyon-nagyon tetszett. Abból, hogy szívesen lettem volna egy karakter, de ez a szerep, ez már elment úgy mellettem. De az egyik kedvenc mesém az.